Jelzés érkezett a katasztrófa védelemhez, hogy egy tiszaderzsi idős házaspárhoz nem jut be az ismerősük. Egy tűzoltóegység vonult a főutcai 70 négyzetméteres családi házhoz, melynek ajtaját kéziszerszámokkal nyitották ki. Az idős házaspárt holtan találták az épületben, amelyben korábban tűz pusztított. A hálószobában égésnyomok voltak, matrac, kanapé és éjjeli szekrény égett, de tűzoltói beavatkozásra már nem volt szükség. Kint állt a mentőautó, a tűzoltó, akkor kint állt a rendőrség, hogy ott biztos, hogy valami nagyobb tragédia, valami történt, valami baj történt. És amikor visszajöttem, akkor mondták, hogy hát sajnos őket elveszítettük, hogy hogyan, mint, ezt konkrétan nem tudjuk még, hát én honnan tudjam. A tűz keletkezésének pontos okát tűzvizsgálat fogja feltárni. Egy égő vagy akár csak parázsló matrac rendkívül erősen füstöl, ezért nem tanácsos ágyban dohányozni. Már egy tenyérnyi helyen lévő izzás is képes halálos füstmérgezést okozni, ezért a hálószobába mindenképpen javasolt füstérzékelőt beszerezni.